Tradicionális táncokat és az eredeti nyelven elhangzó mundókákat, játékokat is ismernek azok a gyerekek térségünkben, akik német nemzetiségi óvodába járnak. Régi hagyománynak adóztak újra a kisgyermeknevelő intézmények, több település óvodája találkozott Vértestolnán, és mutatta be egy kis szeletét mindannak az elhivatott munkának, amit a hagyományőrzés jegyében végeznek. Vajon minden évben megrendeződik egy dalos találkozó, ahol mindig a nagy csoportosokkal lépünk fel, ezt a táncot hoztuk most ide, úgyhogy nem volt újdonság a gyerekeknek, és nagyon ügyesen szerepeltek, azt gondolom, hogy helytáltunk. A régiós óvodatalálkozó ötlete Tarjánból indult, Baj, Szomód, Tatabánya és a mostani házigazda csatlakozott hozzá. Ezek az alkalmak nem csak a baráti kapcsolatok ápolására szolgálnak, az óvodapedagógusok ilyenkor szakmai tapasztalataikat is megoszthatják egymással. Nem csak esztétikai látvány volt, hogy szépek ezek a nemzetiségi ruhák, szépek a hajfonatok, mosolygós gyerekarcokat láttunk a színpadon és a padokon is, amikor egymást megtapsolták, hanem a táncok, a dalok, a ritmus, a zene, minden magával ragadó volt, és az óvoda, ami most 30 esztendős, az pedig igazából kicsit kinyitotta mindenki számára a kapuját, hogy nézzék meg, hogy mi hogy dolgozunk, milyen vonal mentén, milyen értékeket tartunk fontosnak, meg egyáltalán a hétköznapi problémákról is, uram, bocsáss, szó esett, de azt gondolom, hogy itt teljes a kör. Vértestolnán szinte az egész éves programtervet meghatározzák a nemzetiségi gyökerek, és valamennyi korosztály számára adott a lehetőség, hogy bekapcsolódjon a hagyományőrzésbe. Szerencsések vagyunk, mert minden generációban van egy-egy kultúrcsoport a faluban. Tehát tavaly kezdtük azt, hogy már pici óvisoknak is van tánccsoport, úgyhogy heti szinten itt összegyűlnek, és akkor német nemzetiségi táncot gyakorolnak. Az iskolások is, van egy általános iskolás korosztály, van felnőtt tánccsoportunk, és van egy dalkörünk. A találkozót idén szervező vértestolnai óvoda számára más szempontból is ünnep volt az együtt töltött idő, hiszen az intézmény fennállásának 30. évfordulóját ünnepli.